Rongálások a Déri kertben, ismeretlen tettesek ellen indult nyomozás a szombati éli károkozás miatt. Gólya Rócsó, nagy érdeklődés övezte Baján is a gólyafiókák látványgyűrűzését. Küzdősportosok lepték el a Frankelt, VFC Európa kupát rendeztek Mezőfi Andrásék. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió június 22-i szerda esti híradója már is kezdődik. Szombatról vasárnapra virradóra több helyen is megkárosították a Déri kert végén fekvő kerítéseket és szovjet síremlékeket. A rongálások nyomait a városőrök fedezték fel. A rendőrség a polgármesteri hivatal feljelentése alapján ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást. Elszórt kövek. Kidőlt és kilazult kerítések jelzik az elkövetők haladási irányát a Déri kertben. Baja egyik legszebb belvárosi parkját a hétvégén szombatról vasárnapra, a hajnali órákban emberi károkozás érte. A tettesek a szovjet síremlékeket sem kímélték, több táblát összetörtek, jelentették a városőrök. Telek Zoltán, a polgármesteri hivatal közbiztonsági referense úgy nyilatkozott, rendőrségi feljelentést tettek az ügyben. A helyreállítás pedig hosszabb ideig is eltarthat a felmérések alapján. Meg kell rendelni a síremlékekre az új feliratokat, össze kell szedni a köveket, amiket az elkövetők szétszórtak nagyobb területen, mert azért arra volt energia és idő, hogy ne egy helyre kupacolják össze ezeket a köveket, lakatos munkákat meg kell nézni, hogy újat kell csinálni, vagy a régi esetleg visszaállítható folyamatban van, nem két nap alatt lesz kijavítva, legalább egy hetes munkát mondott az illetékes. A referens úgy fogalmazott, a keletkezett károk összege meghaladhatja az 1 millió forintot, amit jobb célokra is felhasználhatott volna az önkormányzat. A büntető törvénykönyv alapján a rongálás szándékos bűncselekménynek minősül, így akár egy évig terjedő szabadságvesztést is eredményezhet. A síremlékekben okozott károk pedig a kegyelet sértés körét is kimeríthetik. Ezen kívül rendszeresen előfordul a városban, főleg a hétvége után, hogy a szemetet nem a kukába helyezik, hanem a játszótereken vagy parkokban dobálják el az emberek. Így anyukaként azért elég érdekes látni, hogy mindenhol szemét van, és mondjuk az szerint egy kicsit érdekes, amikor a 3 éves gyereke mondja, hogy anya, nézd csak ott a szemét, és össze kell szedni. Ez szerintem azért sokat mutat, hogy vagy nevelésbeli problémák vannak a vagy fiatal körökben, vagy pedig lehet, hogy még az idősebb korosztályban is sajnos. A játszóterekről meg azért ott is lehetne ugye beszélgetni, mikor oda nem illő szemetet találunk a játszótéren. A szemetelés és a közterületi károkozás nem csak a helyi lakosságot zavarja, hanem a Bajára érkező turistákat is, ugyanis erősen rontja a városra alkotott képet és az első benyomást. 3 napot nyaraltunk itt, és hát elég zavaró, hogy ezek a kidőlt korlátok rontják a városképet. Egyébként ez a játszótér is nagyon szép, most az unokáim éppen ott játszanak, és nagyon élvezik, de ezek azért rontják a városképet. A feljelentés alapján a bajai rendőrség munkatársai megkezdték a nyomozást. Megkeresésünkre a hatóságok azt válaszolták, az ügyben rongálás miatt indítottak büntető eljárást, mivel azonban folyamatban lévő ügyről van szó, további információt egyelőre nem áll módjukban kiadni. Két jelentős változás is érinti a Bajai Szent Rókus Kórházat és ezáltal a város lakóit. Mivel a kórházi oltópontok igénybevétele jelentősen csökkent a magas átoltottság és a kedvező járványhelyzet miatt, így június végétől már csak egyes kórházi oltópontokon lesznek oltási napok. A Bajai Szent Rókus Kórházban az utolsó oltási nap június 24-e péntek 7 és 19 óra között, illetve időpontfoglalással június 28-a kedd 10 és 18 óra között lesz. A hónap végén bezár a Bajai Oltóközpont, tudatta az EFI Baja. A másik változás a telefonos elérhetőséget érinti. Az egyes belgyógyászat és a koronária kizárólag munkanapokon 8 és 12 óra között hívható a 0620 213 43 60-as számon.
A járványhelyzet megszüntetésével pedig az ismert COVID-info vonalakat is szüneteltetik, olvasható a Bajai Szent Rókus Kórház közösségi oldalán. Olvasni jó. Ezzel a mottóval hirdetett tábort a Városi Könyvtár. A gyerekek nem csak a könyvekkel, hanem a várossal is ismerkedhetnek az 5 nap során. Hamarosan mutatjuk, milyen programok várták a résztvevőket. Idén újra különleges élményben részesülhettek azok, akik június 20-án hétfőn ellátogattak a Vöröskereszt téren található gólyafészekhez, ugyanis tanúi lehettek annak, amint jelölőgyűrű kerül a fiókákra. Ezzel az akcióval a szakértők célja a fiatalabb és idősebb generáció szemléletének formálása. Ezt a modellet a későbbiekben, ha bárhol meglátják a világon és leolvassák a gyűrűjét, akkor tudni fogják, hogy ezt itt a lelk és fiatalok előtt Baján gyűrűztük. Ismét test közelből láthatták a bajaiak a fehér gólyák gyűrűzési folyamatát, ugyanis június 20-án délután a Vöröskereszt téren található 3 fiókás fészekalj egyik utódján mutatta be Móroc Attila az alapvetően tudományos céllal végzett tevékenységet. Ahogyan a Duna-Dráva Nemzeti Park természetvédelmi őre fogalmazott, több mint 17 éve minden esztendőben előre meghirdetett időpontokban és helyszínen várják az érdeklődőket, céljuk pedig az ismeretterjesztés és szemléletformálás. A 20. azért került kiválasztása, mert a fiókáknak a fejlettségi állapota indokolja most a gyűrűzést. Tehát egy héttel ezelőtt a fiókáknak kb. A harmadát nem tudtuk volna még meggyűrűzni, mert hogy nem voltak olyan fejlettek, hogy a gyűrűt rá tudjuk tenni a madárra. És ugye valahol kompromisszút kellett kötni, hogy legyen érdeklődő is, meg a madarakat is kellő számban meg tudjuk jelölni. Móroc Attila elmondta, Herceg Szántótól Sükösdig gyűrűztek a hétfői nap folyamán, az idei évben pedig átlagosan 3 fiókát nevelnek a gólyapárok a tapasztalatok szerint. Ez a fészekalj az aszályos időszakhoz és az ehhez köthető táplálékhiányhoz képest jónak mondható, a szülőknek azonban nagyobb energiabefektetéssel jár idén az utódok nevelése, tette hozzá a szakember. A résztvevő gyerekek és felnőttek is érdeklődve szemlélték, hogyan kapja meg az egyik fióka egyedi jelölő gyűrűjét. Nekem nagyon tetszett a bemutató is, meg hogy meggyűrűzik a gólyákat. Én igazából nagyon szeretem a madarakat, és örülök, hogy most megint volt, mert az első 2 évben nem volt a Covid miatt. Nagyon hasznosnak tartom ezt a kezdeményezést, mert a felnőtteknek is óriási tanúsággal jár, hogyha egy kis gólyát láthatnak, de az, hogy a gyerekek ezt ennyire test közelből megtapasztalhatják, sőt nem elég, hogy láthatják, hanem még meg is simogathatják a kis gólyát, akinek ráadásul ettől tényleg nem lesz semmi baja, hanem visszafogadja a család, ami ugye más, mint az őzeknél például, de a gyerekeknek a természetneveléséhez, hogy szeressék a természetet, és ez közel kerüljön hozzájuk, ezt én nagyon hasznosnak tartom, és köszönöm a szervezőknek, hogy ezt létrehozták. Egy héttel korábban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság is hirdetett látványgyűrűzést. Ők Bácsalmáson és környékén összesen 10 településen várták az érdeklődőket. A fehér gólyákról és az idei állományról, valamint a madarak látványgyűrűzésének jelentőségéről hamarosan egy bővebb riport keretében is beszámolunk majd nézőinknek Zöld úton című környezetvédelmi magazinunkban. Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Jász-Nagykun Szolnok megyékben rendelte szerdától tűzgyújtási tilalmat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal közösen. A tilalmat az elmúlt időszak tartósan magas átlaghőmérséklete, valamint a száraz, aszályos időjárás miatt megnőtt tüzek kockázata indokolja. Közleményükben úgy fogalmaztak, az alacsony relatív nedvesség kiszárította az elpusztult biomasszát, illetve számottevő csapadék sem hullott, ezért a 4 megyében jelentősen megnőtt a tüzek keletkezésének esélye.
Az előrejelzések alapján az elkövetkező időszakban pedig folytatódik a meleg időjárás. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdőtűz.hu vagy a www.katasztrófavédelem.hu honlapon elhelyezett térképek nyújtanak további információkat, tájékoztatott a Nébih. A költészettel, a természettel és a helyi adottságokkal ismerkednek az általános és középiskolás diákok a napokban. Az Ady Endre Városi Könyvtár első alkalommal hirdetett olvasást népszerűsítő tábort a fiataloknak, amelyre a város több intézményéből jelentkeztek tanulók. A programok során az irodalmi műveken túl mesterségekről és a művészetről is hallhatnak érdekességeket a résztvevők. Szépen vágtok belőle egy formát. Attól függ, hogy mennyire szeretnéd gyűrötre az üvegen a díszítést. Vágtak, ragasztottak és díszítettek a bajai fiatalok a Városi Könyvtár által meghirdetett tábor második napján, amikor is Val Zsuzsanna jóvoltából a PowerPoint technikával ismerkedhettek meg a fiatalok. Az ötnapos foglalkozás során számos programmal készülnek a szervezők, a tábor elsődleges célja azonban az olvasás népszerűsítése. A résztvevőknek nincs szükségük ösztönzésre, sok időt töltenek kedvenc könyveik társaságában. A legtöbben a korosztálynak megfelelő ifjúsági regényeket emelik le a polcokról. Most az Időkereke sorozatból második kötetet olvasom, az a címe, hogy a... Miről szól ez a könyv, ezt elmeséletnek? Arról szól, hogy három fiú van, és ezek ilyen különleges fiúk, és egy ilyen fantasy világban élnek, és vannak ilyen varázslónők, és azokkal így mennek, és akkor az egyik fiú, az állítólag valami gonosz lélek van benne, ami szétrombolja a világot. A nyolcadikos Szabina legutóbb a bajai szerző Papdóra kötetét olvasta, a tábor során pedig személyesen is találkozhatott az írónővel. Sok érdekességet tudtam meg tőle. Hát én igazából csak a könyvéről kérdeztem úgy nagyon, mert az érdekelt a legjobban. És miről szól a könyv, amit olvastál? Kettő lányról, és mind a kettő nagyon más személyiségű. Orsiról szól, és Krisztiről. A diákok már az első két nap alkalmával is sok tapasztalattal gazdagodtak. Nagyon sok élményt, kalandot, és hát szeretem az irodalmat, és ez kapcsolódik nagyon is hozzám, mert például körüljár a bajai költőket. Ma is volt olyan programunk. Az írni-olvasni tudás, valamint az olvasási készség és a szövegértés fejlesztése mindenkorban alapvető fontosságú. Ebben nagy szerepük van a könyvtáraknak. Az elmúlt években több fejlesztés ment végbe a bajai intézményben, ahol az elérhető ifjúsági kötetek száma is folyamatosan gyarapodik. Részben ennek is köszönhető, hogy egyre többen látogatják az egykori zsinagóga épületét. Játékklubot hoztunk létre tavaly a számukra, az idén viszont olvasókör létesült az ifjúsági korosztály számára, ami már be is indult. Most az olvasótáborral is az a célunk, hogy az olvasókörünknek a tagjai bővüljenek. Az Ady Endre Városi Könyvtár a továbbiakban is várja az új tagokat, akik a gyermekkötetektől a szépirodalmi műveken át, az idegen nyelvű könyvekig minden műfajban megtalálhatják az érdeklődési körüknek megfelelő könyveket. Mintegy 160 településen írtják a szúnyogokat a héten. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a napokban az ország több pontján, köztük Bács-Kiskun, Csongrád, Csanád és Veszprém megyében is várható földi kémiai gyérítés közel 36 ezer hektáron. A kifejlett szúnyogok elleni hatásos készítményt platós gépjárműre rögzített berendezéssel juttatják a levegőbe. Az eljárás melegköd képzéssel is történhet, ekkor az apró cseppekre bontott emberekre, melegvérű állatokra és növényekre ártalmatlan irtószert hő hozzáadásával terítik szét. Ez a technológia elsősorban növényzettel erősebben borított helyeken hatásos.
Baján és a környéken egyelőre csak kis számban jelentek meg a vérszívók, az elmúlt hetekre jellemző felmelegedés és a Duna mellékágaiban is tapasztalható vízszint emelkedés hatására azonban akár tömeges invázióra is lehet számítani, így térségünkben is szükség van a védekezésre. BFC Európa kupát rendeztek szombaton az MNAMK sportcsarnokában. A megmérettetésre 7 ország, közel 180 versenyzője érkezett. Az eseményt stábunk sem hagyta ki, mutatjuk a részleteket. Szombat reggel ismét küzdősportosok töltötték meg az MNAMK sportcsarnokát. Mezőfi Andrásék a VFC Hungary Szövetséggel idén is megrendezték a VFC Európa kupát. A megmérettetésen 7 ország, Franciaország, Románia, Lengyelország, Ukrajna, Fehéroroszország, Szlovákia és Magyarország 176 versenyzője lépett tatamira és szorítóba. Az idei évben az egynaposra tervezett eseményen 120 mérkőzést bonyolítottak le. Mezőfi András elmondta, hogy ezúttal a külföldi versenyzők miatt kellett besűríteni a programot egyetlen napra. A harcosok több kategóriában, korcsoportban és súlycsoportban indulhattak a nemzetközi viadalon. Több kategóriával most jelen pillanatban, tehát ugye nem egy megszokott K1 országos bajnokságról beszélünk, hanem a ringben van K1 kategória, van free boxing kategória, van MMA kategória és van fight code kategória. Ugye a fight code az a thai boxszal szinte azonos szabályrendszer. A többit gondolom a kedves nézők tudják, hogy miről beszélek, viszont a páston pedig van low kick light kategória, ugye ami azt jelenti, hogy a ringben ugye lehet káozni, a páston pedig nem lehet káozni. A páston van durván 100 versenyző, és majdnem 100 versenyző van a ringbe is. Hozzátette, hogy gyermekkategóriában 13 éves korig lehetett nevezni, a kadetteknél a 13-15 évesek indultak, a juniorok a 16-18 év közötti fiatalok voltak, míg a 18 év felettiek felnőtt korcsoportnak számítottak. Akik Thai Boxing Team fiataljait a küzdőtér mellől ezúttal is edzőjük, Mezőfi Rihárd segítette, aki elégedetten nyilatkozott a küzdelmekről. 18 bajai indulunk van, úgyhogy nagyon-nagyon sok meccsünk van. Sokan indulnak ringben is, meg páston is. Van, aki csak páston, aki kezdőbek, van, aki csak ringben, aki olyan habitussal van, hogy erősebb technikákat bírja, meg ő is az erősebb ütéseket, rugásokat kedveli. Úgyhogy a felkészülésünk nagyon jó volt. Minden hétvégén futóedzést csináltunk a versenyzőknek most 5 héten keresztül, úgyhogy minden megtettünk, hogy most eredményesen tudjunk szerepelni. Az edző elmondta, hogy számukra a legfontosabb, hogy mindenki helyt állt a saját súlycsoportjában és korcsoportjában, és élvezte a küzdelmeket. A felnőtt versenyzők reggel óta a helyszínen várták a saját mérkőzéseiket, melyre késő délutántól került sor. Számukra rendkívül fontos a mentális és fizikai állapotuk szinten tartása, hogyha szorítóba lépnek, akkor a maximális teljesítményt tudják nyújtani. Erre minden versenyzőnek saját módszere van. A meccsek között nagyon fontos a hidratálás, ugye próbálunk azért vagy egy energiaszelettel, vagy hogyha van egy ebédszünet, akkor ugye minél többet visszapótolni, hogy az a meccsekre mindegyikre legyen annyi energia, hogy ugye végig menjenek. Mert ugye mindenki úgy készül, hogy nyilván idő előtt szeretné befejezni, de ez nem mindig sikerül, aztán egy 2-3 perc az elég hosszú, ugye 1 perces szünetekkel, de elég hosszúnak tűnik az a 2 perc. A vízmennyiség az ugye nagyon, az elengedhetetlen, illetve hát nálam a csoki, illetve szőlőcukor. Az európai megmérettetést hosszú szervezés előzte meg. A befektetett munka a szervezők számára többszörösen megtérült, hiszen a vendégek is elégedetten szóltak a rendezésről. Szuper rendezés, már voltunk itt egy pár versenyen, hát eddig még nem sikerült győznünk, de most úgy jöttünk, hogy most meg kell csinálni. Akik Thai Boxing Team baja növendékei eredményesen szerepeltek ezen a napon is. Összesen 10 aranyérmet, 7 ezüstérmet és 5 bronzérmet szereztek. Mezőfi András hozzátette, hogy a rendezvényük méltó baja város hírnevéhez, hiszen örömmel térnek vissza évről évre a versenyre a harcosok. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Rongálások a déri kertben, ismeretlen tettesek ellen indult nyomozás a szombati éjjeli károkozás miatt. Gólya Rócsó nagy érdeklődés övezte Baján is a gólyafiókák látványgyűrűzését.
Küzdősportosok lepték el a Frankelt, VFC Európa kupát rendeztek Mezőfi Andrásék. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket. Friss híradóval legközelebb holnap este várjuk Önöket. Szép estét kívánok! Viszontlátásra! Csütörtökön erősen felhős vagy borult idő lesz. Az északkeleti tájakon lehet vékonyabb a felhőzet. Megközelítőleg az ország nyugati, délnyugati felén sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az intenzívebb zivatarokat felhőszakadás, jégeső is kísérheti. Ahol sok csapadék esik, ott párássá válhat a levegő. Általában mérsékelt lesz a légáramlás, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de az északi völgyek átmenetileg kevésbé felhős részein hűvösebb is lehet.